mert egyrészt azt láttuk, hogy ahol az egyenlőtlen, azokon a településeken, ahol csökkentek az egyenlőtlenségek, a kisebb arányban jellemző, hogy 2010 óta új egyházi iskola alakult volna, ahol pedig növekedtek az egyenlőtlenségek, ott meg gyakoribb lett az egyházi fenntartás. Illetve, hogyha megnézzük, hogy településenként egy-egy ismérv szerint milyen fenntartású iskolába járnak a tanulók, akkor azt látjuk, hogy ahol inkább csökkentek az egyenlőtlenségek, ott 2010-ben az új egyházi iskola, illetve a régi tankerületi iskolák körülbelül nagyjából, legalábbis szintet tekintve, ugyanolyan szinten foglalkoznak kedvezőtlen hátterű tanulók oktatásával, míg ahol növekedtek az egyenlőtlenségek, ott az új egyházi fenntartású iskola jóval kevésbé vette át ezeknek a tanulóknak az oktatását. Magyarán ezek az új egyházi iskolák jellemzően a relatíve kedvező hátterű tanulókat, oktató iskolákat vették át. Elnézést. Akkor a harmadik hipotézisunk az arról szólt, hogy ezek az egyenlőtlenségek, ezek különböző demográfiai folyamatokkal kapcsolatban állnak, és ezek a demográfiai folyamatok alatt elsősorban a általános iskolás korú gyerekszám változását tekintettük. Azt feltételeztük, hogy ahol nő a gyerekszám, ott lehetőség van az iskolák szelekcióra, itt tudnak válogatni az iskolák, így a kedvező iskolák fognak inkább elkülönülni. Csökkenő gyerekszám esetén pedig, hogy a kedvező iskolák lefelőzik a kedvezőtlen iskolák kedvezőbb helyzetű tanulói, aminek eredmények, vagy végeredményeképpen a kedvezőtlen iskolák különülnek el. De hát sajnos ennek a vizsgálatnak komoly korlátai vannak. Egyrészt nem tudjuk az intézményi kapacitást megfelelőképpen számszerűsíteni. Másrészt ugye település szinten... Picit köhécselek, jó? Jó, nyugodtan. Szóval a demográfiai folyamatokat település szinten tudjuk nézni, viszont az iskola vonzás körzetennél jóval nagyobb, illetve van a körzeten kívüli tanulók problematikája, amivel még fogunk foglalkozni. Na, mindesetre az a lényeg, hogy azokon a településeken, ahol nőtt a gyerekszám, ott jellemzően nagyobbak is az iskolák közötti egyenlőtlenségek, viszont a változás az sem a gyerekszámváltozástól, sem pedig a települési iskola rendszer profiljától nem függ, tehát hogy itt igazából ez a hipotézis ez nem teljesül. Akkor az utolsó, amit néztünk, az az, hogy a körzeten kívülről beiskolázott tanulók az igazából nem más, mint a szelekció egyik nagyon fontos eszköze, és ahol az egyenlőtlenségek növekedése jellemző, ott a körzeten kívüli tanulók arányának növekedésével is számolhatunk, illetve, ami fontos még, hogy ez az eszköz, ez a szelekciós eszköz, ez nem csak az egyházi iskolákra jellemző, hanem a tankerületi iskolákra is, és igazából mindkét hipotézisünk beigazolódni látszik, és volt még egy harmadik, hogy maga ez a körzeten kívülről történő beiskolázás, ez ott jellemzőbb, ahol csökken a gyerekszám, ez viszont nem úgy érvényesül, ahogy mi gondoltuk, hiszen a stagnáló és mérsékelten emelkedő 6-14 éves korú népessége bíró településeken volt a legmagasabb a körzeten kívüli tanulók aránya, ami hát valószínűleg arra vezethető vissza, hogy ezeken a településeken már olyan főként ilyen agglomerációs települések, ahol olyan a szülői ambíció vagy gondolkodás, ami az iskola választás erősen meghatározza. És akkor még pár mondat erejéig a konklúziók levonásával kapcsolatban visszaadom a szót Balázsnak. Nem kell itt visszajönni képpel. Tehát, hogy nem tudom, mennyire volt igen észhető, ez a sok minden így egyszerre, ilyen néhány mondatban megpróbáltuk megfogalmazni az ilyen legfontosabb megállapításokat, hogy miért ki ezekkel a számításokkal kapcsolatban. Tehát, hogy az ugye a legfontosabb állítás az, hogy is ezek a statisztikai adatok is azt mutatták, ami
és a hétköznapi percepcióinkat igazolják, hogy azért nőttek az egyenlőtlenségek az elmúlt 10 évben, hogyha ezeket a tanulói háttéradatokat tesszük. Ugye az SNI-s tanulók, meg a PTMS-es tanulók eloszlása viszont inkább csökkent, mármint hogy az egyenlőtlensége. Ugye ez is egy hír ilyen értelemben, hogy ezekből kiegyenlítettebben jelennek meg az iskolarendszerben, mint 10 évvel ezelőtt. Ugye itt a szociális hátrány nyok meg pont fordítva vannak. És hát ilyen néhány pontban összefoglaltuk a legfontosabb megállapítást, ezeken most nagyon gyorsan végigmegyek, így összefoglalóan. Tehát első fontos megállapítás az, hogy a országos szinten a több iskolás településeken az iskolák közötti egyenlőtlenségek jobban nőttek, mint az egyiskolás településeken. Tehát magyarán, ahol azok között a települések között, ahol egy iskola van csak, kevésbé nőttek ugye országos szinten az egyenlőtlenségek, mint ahol kvázi van egy ilyen verseny az iskolák között, mivel több iskola is van egy településen. Az is bizonyítást nyert, hogy inkább a hátrányos helyzetű tanulók elkülönülése a jellemzőbb, és nem a jobb helyzetben lévő tanulóké összességében. És hát ami számunkra így érdekes volt, vagy is így utólag azért talán ez is egy kicsit így evidencia, de relatív a jobb helyzetben lévő településeken nőttek jobban az egyenlőtlenségek. Ugye ez is egy kicsit az iskola kínálattal függ össze, meg szülői aspirációkkal, tehát itt gondolni kell, akár, tehát hogy nem látunk ilyen keleten-nyugaton különbséget, ugyanúgy az ilyen nagyvárosokban jobban nőtt a Veszük, Győr, Tatabányán, stb., mint az ilyen kisebb, rosszabb helyzetben lévő településeken. Az is látszik az adatokból, amik szintén azért alátámasztják már az előzetes szakirodalmakat is, hogy az egyházi iskolák térnyerése azért gerjesztette az egyenlőtlenségeket, különböző mértékben, de összességében ez látszik, illetve hogy a körzetten kívülről jövő tanulók szektor semlegesen is gerjesztik az egyenlőtlenségeket, tehát nem kell ahhoz egyházi iskola feltétlenül, tehát maga egy lokális iskolarendszerben ilyen olyan helyi, hatalmi, aspirációs okokból, ugye a szabadiskola választás lehetőségével a helyi elitek megtalálják azokat az utakat, hogy hogyan, hova járassák a gyerekeiket, és ennek jó mérőszáma az, hogy mekkora részben járnak körzeten kívül tanulók. Illetve ami számunkra egy picit meglepő volt, hogy nem jött ki az adatokból az, hogy az ilyen demográfiai folyamatok, tehát hogy akár csökken egy adott helyen egy településen a népesség, akár növekszik, ezek igazából nem voltak hatással az egyenlőtlenségek növekedésére. És én be is fejezném, mert mi következik ebből már egy másik dologra vezetne vissza, de most nem is látják a diák, amíg írtunk egy mi következik ebből, de azt talán majd hogyha lesz megjegyzés, vagy diskurzus erről, akkor átadnánk erről a szót. Köszönjük. Köszönjük szépen. Amikor azt mondom, hogy köhétselek, az azt jelenti, hogy közben lejárt az idő. Csak mondom a következő előadók számára is. Igen, kivágyna hozzászólni. Közben zajlik egy ilyen diskurzus cserekje Erzsébet, Forrai Katalin és mások von Arató Feri stb. Vonalán. Az a kérdés, hogy ezt meg akarjátok-e osztani a néppel, vagy így elvagytok ezzel? Hát én azt gondolom, hogy én ezt szeretném megosztani, mert egyáltalán nem mindegy, hogy milyen nyelvet használunk. És tehát, hogy használtátok, vagy használták ezt a kedvezőtlen hátterű tanuló kifejezést. Azért ez egy nagyon erősen értékorientált jelző azokra a tanulókra, akikre gondolnak, vagy gondoltok. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy érdemesebb lenne, vagy nem tudom, hogy ez a ti értéketeket fejezi-e ki, vagy az önök értékét, vagy pedig valami csak random dolog, ami az közvetíti, hogy valakinek a szempontjából ez a háttér kedvezőtlen. Az, hogy azt mondjuk bármire, hogy fenn és lenn. Kéne gondolni, mert ez nagyon fontos kérdés. De bármire azt mondjuk, hogy fenn és lenn, az ugyan egy nagyon szomorú dolog, hogy van fenn és lenn. De azt gondolom, hogy a társadalmi sokféleség kérdésében ez rendkívül fontos. Pontosan ebben a diskurzusban ez egy nagyon-nagyon fontos és megkerülhetetlen dolog, hogy tudatosan válasszunk Biztos, emberjogilag biztos így van, de a tudomány az egyelőre azt gondolja,
hogy én azt gondolom, hogy tudomány szempontjából foglalkozom ezzel, úgyhogy mégiscsak relevánsnak tartom a megjegyzést. Jó, tehát azt akarnám mondani, hogy a tudomány egyelőre azt gondolja, hogy a társadalmak rétegzettek. Ebben a rétegzett társadalmakban azt gondoljuk, hogy vannak iskolázatlan, meg kevésbé iskolázott emberek, gazdagok, meg kevésbé gazdagok, stb. Értelemszerűen azok, akik kevésbé gazdagok, meg kevésbé iskolázottak, meg rosszabb infrastruktúrális, meg szegények, meg nem tudom, azok a hátrányos helyzetűek. Nem értem ezzel mi a probléma. Az, hogy a hátrányos helyzet kifejezés, az egy bizonyos multikulturális diskurzusnak a szak kifejezése. Ez egy normatív, egy bizonyos társadalmi csoportnak a megközelítését tükröző megközelítés, és lehet, hogy a szerzők ezt akarják használni, de az is lehet, hogy erre csak nem figyeltek. Na jó, akkor föl van tartva ez a probléma, visszaadjuk majd a szerzőknek a szót. Egyéb kérdés, megjegyzés... Amíg nincs második, mondani az, hogy nagyon érdekes ez, amit mondtok, ugye ez az, hogy a két iskola az már maga egyenlőtlen, tehát ugye kis faluban is, ugye, vagy egyébként kis településen is jobban létrehozza az egyenlőtlenséget. Ez egy nagyon érdekes, statisztikai jelenség, hogy lényegében bármiből kettő van, és nem egy, az mindig megváltoztatja az adott dolognak a szerkezetét. Tehát ez ügyben a legmulatságosabb történet az az volt, amikor egyszer azzal szembesültem, hogy a ilyen 1910-es vizsgálatoknál egyformán szegény, egyformán iskolázatlan, stb. Falvakban, általában iskolák, egyik faluban hirtelen kétszer annyi értelmiségi lett, mint a másikban. Kiderült, hogy a dolog azzal függ össze, hogy a több feleke, ugyanolyan kicsi a falu, mint a másik, de mivel két felekezetű, ezért kettő darab lelkész volt a faluban. A kettő darab lelkész értelemszerűen kialkutta, hogy akkor a elemi iskolából is lehetőleg legyen kettő, tehát megduplázódott a rendszer. Amiről az következett, hogy ugyan egyformán rossz volt a helyzet, de a falvak összehasonlításában úgy tűnt, hogy az egyik faluban, nem tudom én, a lakosságnak a 0,25%-a volt értelmiségi, a másikban meg 0,12%-a volt értelmiségi, ugyanakkora volt a falu, az egyikben 4 értelmiségi volt, a másikban 8, de ez ugye létrehoz. Tehát tulajdonképpen bármire azt mondhatjuk, hogyha van kettő, tehát van két érdekcsoport, vagy van két iskola, vagy van két orvos, vagy valami, az társadalmilag automatikusan egyfajta rétegződést hoz létre. Most a kérdés persze az, hogy azokban a falvakban, ahol csak egy iskola van, ott nem az történik el, hogy akkor a helyi elit, ha mennyire van helyi elit, az a szomszéd faluban fogja járatni a gyerekét. Magyarán, hogy az össztársadalmi hatása az egésznek ugyanaz, csak ott egy kicsit biciklizni is kell még, vagy autókázni ehhez az egészhez. Következő hozzászóló. Arató Feri, Kati, akartok ehhez az előbbi? Varga Aranka hozzászólna. Aranka? Vagyok, csak azért az egy idő, mire az ember a kamerát jó, is, jó. Meg a mikrofont is visszakapcsolja. Előtte meg 4 helyen jelez, hogy szeretne hozzászólni. Remélem, hogy igen, a hang látszik, a videóval próbálkozom. Először is én nagyon izgalommal hallgattam ezt az előadást, mert már a magának a kutatásnak a megszületésében is egy csomó olyan izgalmas információ hangzott el, amiben tényleg vártam, hogy most akkor itt mi lesz az eredmény, és szuper lett volna, hogyha technikailag is látjuk a táblát, ami tudom, hogy nem rajtatok múlt, de biztos, hogy még jobban el lehetett volna bogarászni az adatokban. És én emlékszem, amikor megfogalmaztátok az első kétségeiteket, hogy vajon
ilyen adatokból mi fog kijönni, meg mi nem fog kijönni, és mennyivel jobb lenne elmenni még a terepre is, és akkor, de közben beütött a járvány, szóval, hogy emlékszem erre a szakaszra, és én nagyon örülök, mert azt gondolom, hogy ezek az adatok, ezek beszédesek, és sok esetben, amikor valami társadalompolitikai problémára hívjuk fel a figyelmet, akkor lehet, hogy egy ilyen nagyon konkrét és nagyon exakt mérés az, ami ki tudja azt mondani, hogy ezen a helyen azért van még teendő, és én azt hiszem, hogy a ti kutatásotokban már most hallhattunk ilyen dolgokat, és én csak bízom benne, hogy akkor a terveitek meg tudnak valósulni, és akkor egy-két olyan dolog, amit egyelőre az adatokból lehet látni, de még lehetne mögé gondolni dolgokat, esetleg akár azt, amit az előzőekben hallottuk felvetni, hogy most az egy településen belül hogyan is vannak az emberek jobbra vagy balra, és ez mitől alakul, de én szerintem, ami most itt elhangzott, ez azért nem. Hát számomra legalábbis nagyon, nagyon ütős volt a gyakorlatnak egy olyan. Nagyon köszönöm. Közben mondanám, két technikai megjegyzésed is volt. Egyik az, hogy látni lehetett volna. Igen, közben itten Csányi Kinga fölajánlotta, hogy aki meg akar osztani valamit, az küldje el neki a PPT-t, Word-öt, bármit e-mailben. Szerintem mi már negyedik előadóként élelmesek voltunk okulva Balázsékból, igen, és elküldtük igen. Már a videónkat. Jó, de azért a semminél több volt, tehát a grafikonok azért látszottak. Jó, a... nem, én most ezt nem leszóltam. Világos, igen. Igen. Na most a Kati közben átjutott a mikrofonhoz? Nem jutott át. Ha nincs más hozzászóló, azt kérem, hogy chatben jelentkezzetek, mert valahogy ennek a sárga vacaknak a látványa ez nekem nem jön be. Akkor visszaadom a szót az előadóknak, Balázséknak. Igen. Látszunk is? Csak magunkat nem látjuk most. Most azt látjuk, hogy a Kállai Gabi valamilyen oknál fogva megoszt valamit velünk. Gabi, most ne osszál meg semmit. Na mindegy, akkor Balázsék, beszéljetek, jó? És akkor... Hát alapvetően két reakció jött. Ja, lehet, ez... Jó, addig beszélünk. Szóval alapvetően két reakció jött. Hát én ebben a terminológiai vitában nem tudok belemenni, hát a hivatalos statisztikai elemzés is az, hogy hátrányos helyzetű, meg halmozottan hátrányos helyzetű, tehát ugye... Nem tudom, hogy miért lehetne nevén nevezni a dolgokat, tehát hogyha valakinek kedvezőtlen a helyzete. És ugyanaz, én most kint kipróbáltam. A helyzete. Ugye oda mindegyiket próbáltam, hol egyikon. Most viszont vedd le a hangot, Kati, jó? Mert most nem most jó, hogy... Most halljátok, amit mondok? Igen. Hát ez fantasztikus. Akkor mégis működik valami? Bocsánat. Balázs. Még az egyiskolás településekre, tehát hogy... Persze, ez a mechanizmus van, mármint hogy egyiskolás településeknél, hogy ott alapvetően ugye más településekre viszik, hogyha olyan a helyzet, de hogy ugye pont azt látjuk, hogy azért ezt nehezebb megtenni, tehát hogy ugye azt mutatták az adatok, hogy az egyiskolás települések iskolai között kevésbé nőttek az egyenlőtlenségek, mint a több iskolás települések között. De bocs, ezt nem mutatják az adataitok. Nem. Hát akkor azt kéne, hogy mutassa, hogy onnan elvisznek valakit. De ezt nem mutatja. Bocsánat, mi számoltuk, de ezt mutatják az adataink. Nem. Hát bocs, nem, ez egy formálogika. Formálogika a faluban... Tehát ugye a több iskolás települések, iskolai közötti egyenlőtlenségek jobban növekedtek, mint az egyiskolás települések, iskolai közötti egyenlőtlenségek. Persze, ez világos. Azért mondom, hogy van a járásszékhely, ahol van több iskola. Körülötte vannak pici falvak, ahol van néhány
értelmiségi. A néhány értelmiségi, vagy mit tudom én, középvállalkozó akármi, az úgy tekinti, hogy nem adja a helyi lepukkant iskolába a gyerekét, hanem bejáratja a járásszékhelyre. Az nálad nem tűnik föl, mert a nem lesz szegregált a, vagy hogy mondjam, tehát nem lesz, nem így van? De hát akkor mi történik a kisiskolának a tanulói közönségével? Ott ugye egyel kevesebb diplomás lesz, hogyha nagyon sok járás melletti kiskorúban egyre kevesebb lesz a, nem tudom, a nem kedvezőtlen hátterű tanuló, akkor ebben az esetben csak akkor működik az, hogy nem vagy alig nőnek az egyenlőtlenségek ezekben a, vagy ezek között az iskolák között, hogyha ez mindenhol, minden járásnál nagyjából hasonlóképpen történik. De ez nem feltételezhető. Az a jelenség van, amit mondasz, vagy mond, tehát hogy persze ez egy létező jelenség, mi nem ezt állítottuk, hanem mi most országos statisztikákról beszéltünk, hogy több iskolás települések iskolái között jobban nőttek az egyenlőtlenségek az elmúlt 10 évben, mint az egy iskolás települések iskolái között. Ennyi, és ennél nem is több az állítás. Uh-huh. Jó! Köszönjük szépen! Jó, volt valami megosztás, hogy akkor az emberek vonatkozott? Nem, az nem látok vonatkozott. Jó, akkor köszönjük szépen. Akkor most jön a Varga Vitéz Orsós Fodor Horváth. Lassan olyanok leszünk komolyan, mint az orvostudomány, hogy ilyen tömeges előadók bukkannak föl, vagy tömeges cikkek. Elnézést kérek, de szerintem mi a negyedik előadók vagyunk, talán a Gabiék ezért is próbálták megosztani. De emlékeim szerint a programban a végén vagyunk. Hát én nézem a programot. Én nézem. Reflektálni fogok. Itt van előttem a program. Itt van előttem a program. Igen? Jaj, akkor én rosszul emlékszem? Oké. Legyen így. 14-25 Varga Aranka Vitéz Kitti Orsós István. Sopá. Fodor Bálint Horváth Gergely, különböző társadalmi hátterű egyetemisták reprezentációja az egyetemi életben. Oké. Akkor köszönjük szépen a szót, és én rögtön reflektálnék is Nagy Péter Tibornak arra megjegyzésére, hogy olyanok leszünk, mint az orvostudomány, hogy ilyen sok szerző van. Én amúgy is ezzel gondoltam kezdeni az előadásunkat. Az előadásunknak közben egy új címe lesz, ugye Kozma Tamás is jelezte, hogy amikor az ember még elkezdett gondolkodni, hogy mit is ír, akkor adott neki egy címet, és akkor utána lett neki egy rendes címe. A mi címünk az az lett végül is, hogy diverzitás és inkluzió a felsőoktatásban, és egy olyan kutatóközösségnek a kutatásáról fogunk beszélni, amely kutatóközösség abból a szempontból is inkluzív, hogy egyetemi oktató, PhD hallgató és szakkollégisták, roma szakkollégisták is vannak benne, tehát azt gondoljuk, hogy mivel mindenki hozzátette ehhez a közös kutatáshoz, éppen ezért valamennyien nem csak a nevünket írjuk oda, hanem látni fogjátok, hogy inkluzívan szét is osztottuk az előadást, és úgy fogunk beszélni. Úgyhogy én röviden azért megszólítanám az előadó kollégáimat azért, hogy talán akkor a képernyőre ki fognak kerülni. Sziasztok! Sziasztok! Nem tudom, láttok-e most minket? Én nem. Nem? Sziasztok! Orsós István vagyok. Igen! Fodor Bálint vagyok, és kis visszajelzést kérek, hogy látszik egyébként itt a megosztás? Igen, igen, látszik igen. A megosztás. Igen, látszik. Köszönöm szépen. Jó, hát akkor nem feltétlenül sikerült, ezt így elterveztük, hogy majd mindenki látszani fog, de akkor ezek szerint mégsem. És akkor az első 2-3 diáról én fogok beszélni, magam is előveszem, hogy hányasokról. Hogyha Bálint tovább tudnád vinni, akkor... Igen, próbálom. Jó. Oké.
Tulajdonképpen visszautalnék egy picit a bevezető előadásra, a Kozma Tamás Forrai Katalinnak az előadására, ahol ugye felvetette Tamás azt, hogy azért az inkluzió fogalmával összefüggésben azért, hogy úgy mondjam, egy picit elég tág megközelítés van a használatban. Én egy picit egyébként azt is érzem, hogy némiképp erodálódott ez a fogalom, olyan az, amikor már mindenki akar valamit alábetolni, és akkor már mindent is értünk alatta. Úgyhogy mi alapvetően arra vállalkoztunk a tanulmányunknak mondjuk legalább a felében, hogy egy picit rendbe tesszük ezt a fogalmat, mégpedig abból a szemszögből, ahogyan mi foglalkozunk ezzel a ki hány éves annyi, vagy hány éve van a tudományban annyi ideje itt ebben a kutatócsoportban. Úgyhogy az a két fogalom, amit tisztáztunk, az az inkluzió és a diverzitás, és mivel maga a témánk az elsősorban a felsőoktatási inkluzióra vonatkozik, ezért olyan kutatásokat is sorra vettünk, számba vettünk, ami az inkluzivitásnak ezt a szegmensét tárgyalja, akár tudományos kutatások, akár fejlesztési modellek szintjén. És akkor a magának, a tanulmányunknak a, mondjuk azt, hogy egy kisebbik része egy olyan nem reprezentatív kérdőíves kutatás, ahol a Pécsi Tudományegyetemen vizsgálódtunk abban a tekintetben, hogy vajon mennyire vonódnak be a különböző egyetem által kínált programokba, itt gondolunk a közösségi és a tudományos programokra a hallgatók, úgy általában, és akkor ezen belül is megvizsgáltuk, hogy a hátrányos helyzetű, illetve a roma diákok mennyire vannak itt jelen, mert hogy azt gondoltuk, hogyha befogadó ez az egyetem, akkor nyilván itt ilyen óriási nagy különbségeket nem fogunk találni. És akkor még annyit tennék hozzá, hogy magát ezt az egész gondolkodást, közös gondolkodást, ami mellé nyilván cselekvéseket is kívánunk majd tenni, azt a Pécsi Egyetemen működő befogadó egyetem programnak a keretén belül végezzük. És akkor nagyon röviden, én fontosnak tartom az inklúzióval kapcsolatban azt leszögezni, hogy mi az inklúziót egyértelműen, mint kölcsönös befogadást értelmezzük. És ezt tesszük arra a fogalom használati körre, amit hát most nem veszem végig azokat a szakirodalmakat, amikre támaszkodtunk, de egy elég széles és mondjuk egy 50 évnyi időkeretben ástunk nagyjából vissza, hogy az inklúziót, azt akár társadalompolitikai, akár mondjuk az oktatás, mint szakmapolitikai szinten hogyan definiálják, és ez alapján gondoljuk azt, hogy egyszerűen átfordítani, hogy inklúzió egyenlő befogadás, az számunkra egy túl egyszerű forma, itt egyértelműen a kölcsönös szón is a hangsúly van a befogadás tekintetében, és itt alkottunk egy saját fogalmat erre vonatkozóan, ahol nyilván egy kulcs fogalom a diverzitás, és hát mivel a diverzitás az mint egy az egyéneknek sajátossága jelenik meg, maga az inkluzív környezet, akár társadalmi, vagy akár pedagógiai szinten, az erre való releváns válaszokat fogalmazza meg, és valami ilyesmit gondolunk mi az inkluzió alatt, és akkor tovább haladhatunk. És akkor már nem az enyém ez. Átadom a szót. Igen, köszönöm. Ahogy a Naranka is elővezette, a diverzitásnak így a taglalása nagyon fontos az számunkra, hiszen értelmeznünk kell azokat a különbözőségeket, amelyek a hallgatói csoportokat jellemzik. Ezek a tulajdonságok lehetnek személyesek, illetve beleszületettek is, vagy pedig származhatnak a társadalmi helyzetből, illetve a kulturális különbségekből. A sokszínűség értékelése minden közösségben eltérő társadalmi normarendszerrel áll kapcsolatban, tehát a különböző ilyen egyediségek ezáltal a társadalmi normarendszer által megítélésre kerülnek,
Azaz ez azt jelenti, hogy maguk ezek a normák kialakítják azt, hogy az egyénnek melyik tulajdonságai kerülnek előtérbe, tehát ez alapján a többségi társadalom tagjai felértékelik, figyelmen kívül hagyják, vagy pedig elutasítják ezeket a tulajdonságokat. Az esélyegyenlőségi cselekvések esetében nagyon fontos figyelembe venni azt, hogy ezek a társadalmi csoportok, illetve egyének milyen fajta szükségletekkel rendelkeznek, és ezek alapján érdemes azokat a fajta fejlesztéseket kidolgozni, illetve figyelembe venni ezeknek a kidolgozása során, hogy milyen fajta különbözőségekre reagálnak. Itt kap fontosságot igazából az inkluzív környezetnek a kialakítása, ami a sokféleséget és a diverzitást értékként kezeli, és erre alapozva célozza meg azt, hogy mind a befogadó, mind a befogadott társadalmi csoportoknak előnyös környezetet alakítson ki. A vizsgálat során nemzetközi kutatásokra és eredményekre helyeztük a hangsúlyt, illetve célunknak tűztük ki azt, hogy ezeket a különböző nemzetközi egyetemeken megjelenő modelleket átvizsgáljuk, és különös tekintettel szerettük volna a befogadó szemléletnek az alapjait felfedezni és felderíteni. Azt tapasztaltuk a történeti áttekintés során, hogy a régi egyetemek korábban is megjelent már a befogadásra való irányultság. Itt értve például azt, hogy a vallási és felekezeti különbségek sok esetben felülírták azokat, tehát a tudományosság igénye és a tudományosság terjesztése írta felül a vallási és felekezeti különbözőségeket, és illetve ami meg már a Kozma Tamásék előadásában is megjelent, az USA-beli szegregációs folyamatokat is fontosnak tartjuk kiemelni, hiszen ott az USA-ban az a felsőoktatás expanziójához vezettek a kiterjesztések, tehát a hallgatói kör megnövekedett. Ám bár a 20. században nem csak az afroamerikaiaknak az egyetemre való beépülésébe értjük ezt, hanem ugyanitt gondolunk a nőkre, a fogyatékkal élőkre, és az alacsony társadalmi és gazdasági helyzetű, illetve migráns származású hallgatókra is. A kutatások alátámasztják, hogy a méltányosság érvényesülése együtt jár az akadémiai kiválóság növekedésével, és az egyetemi oktatás minőségének javulásával is. Tehát a befogadó szemléletmód az egyetem fejlesztési stratégiáknak fontos mérföldkövét alkotja, hiszen ezekben a különböző modellekben megjelenik az, hogy reagálni szeretnének azoknak a csoportoknak az igényeire, akik ugye a befogadásban érintettek. Így különböző államok esetében különböző beavatkozásokat láthatunk. Az Egyesült Államokban például pont, hogy a történeti áttekintéshez kapcsolódóan az afroamerikai, illetve a dél-amerikai, illetve a fogyatékkal élő hallgatókra fókuszálnak főképpen, míg például Kanadában és Nyugat-Európában az inkluzív programok egyik fő célcsoportja a bevándorló családokból érkezett hallgatóknak az inkluzív szemlélettel való beépítése a hallgatói közösségbe és életbe. Ez ugye előrevetíti azt is, hogy a magyarországi kontextusban is értelmezni kell ezeknek a csoportoknak a helyzetét, illetve hogy szükséges ezeknek a csoportoknak az igényeinek a feltárása, és az is, hogy hogyan lehet még inkább befogadóvá tenni az egyetemeket abból a szempontból, hogy a hallgatók boldogulását, az akadémiai kiválóságukat és az egyetem fenntarthatóságát is megalapozzuk. Így van, ahogy akkor Gergő bevezette, tehát a magyarországi jellemzőket és kezdeményezéseket is golcső alá vettük a kutatásunkban. Egészen a 60-as, 70-es évekig nyúltunk vissza, melyet a demográfiai robbanás, illetve a szülők részéről növekvő iskolázási törekvések jellemeztek. A társadalom politikai célként pedig az iskoláztatási arányok növekedése is megjelent.
Kozma és Híves 2014-es tanulmány alapján azt mondhatjuk, hogy az expanzió egy komplex folyamat, mely akár a felsőoktatás megesedés, akár a felsőoktatás bővülését jelentheti. És a 2000-es évekre úgymond telítődött a felsőoktatás, és felmerült a kérdés, hogy folytatódhat-e ez az expanzió. A szerzőpáros szavaival élve a nem szokványos hallgatóság jelentheti az expanziónak a folytatását. Itt akár a hazai cigányság, vagy a külföldi hallgatók csoportjára gondolunk. A hátrányos helyzetű csoportok a felsőoktatás szociális dimenziója a tanulmány alapján a szociálisan hátrányos helyzetű, a fogyatékossággal élő, a kisgyermeket nevelő, illetve határon túli hallgatók lehetnek. Azonban egy friss tanulmány alapján, hegedűs tanulmány alapján elmondható, illetve az EU-cél kitűzéseként is elmondható, hogy a hátrányos helyzetű hallgatók aránya nem tudja elérni azt a mértéket, melyet a társadalmon belüli arányuk eléri. Ennek oka például az, hogy ezek a csoportok gyakran olyan intézményekben tanulnak, melyek nem az érettségi megszerzésében zárulnak. És két hazai felsőoktatási vidéki egyetemre térnék még ki, a Debreceni Egyetemre, illetve a Pécsi Tudományegyetemre. A Debreceni Egyetemmel már hosszú ideje jó kapcsolata van a PTN-nek, illetve a kutatócsoportunknak. Több közös kutatást is terveztünk, illetve zajlott már le, illetve folyamatosan tapasztalatcsere a két egyetem között. És a Debreceni Egyetemet érdemes megemlíteni abból a szempontból is, hogy a hallgatóságának a 7/8-a saját, illetve a szomszédos megyékből kerül ki, illetve a Proit Péternek a tanulmánya alapján tudjuk azt, hogy a 20 leghátrányosabb helyzetű kistérségből a hátrányos helyzetű fiatalok negyedét fogadja. És ahogy korábban Forai professzor asszony is mondta, nagyon fontos és kiemelt lehet az, hogy ezeknek a hallgatóknak olyan kapcsolata, olyan személyes kapcsolata legyen az oktatókkal, vagy a kortárs kapcsolatok révén, melyek ugye megtarthatják őket, és a lemorzsolódást gátolhatják. Illetve itt még kiemelnénk azt, hogy a bevonódás az egyetemi életbe, vagy a kutatásokba, az is meghatározhatja azt, hogy egy hallgató reziliensé válhat rá. A Pécsi Tudományegyetemen pedig 2015 óta van jelen egy befogadás fókuszú kutatásfejlesztés, illetve 2018-ban létrejött a Befogadó Egyetem program iroda is, és ebben az időszakban zajlott le egy olyan kutatás, mely egyáltalán felmérte azt, hogy a Pécsi Tudományegyetemen melyek azok a hallgatói csoportok, amelyekre az inkluzió befogadás szempontjából érdemes fókuszálni, illetve melyekre fókuszál az egyetem. És itt három célcsoport jött ki, a fogyatékos hallgatók, a társadalmi hátránya, a küzdő cigány, roma hallgatók, hátrányos helyzetű hallgatók, illetve a külföldi hallgatók is megjelentek. És elmondható a kutatás alapján, hogy főként az egyéni és közösségi támogatás van jelen, tehát a személyes segítségnyújtás támogatás, és kevésbé az egész felsőoktatási környezet egészére történnek ezek a beavatkozások. Szerintem mehetünk tovább. Oké, akkor most térjünk át ugye magára a kutatásra. Kutatói kérdések megalkotásánál is ugye ez volt a fő szempont, hogy ugye azt vizsgáljuk, hogy a Pécsi Tudományegyetem az oda az inkluzivitás terén. Ugye azért fontos, mert ugye tudjuk, hogy a felsőoktatási intézmény minél inkább inkluzív, annál inkább meg tudja szólítani a hallgatóit, be tudja vonni a különböző közösségi és tudományos tevékenységekbe, ezzel képes az akadémiai kiválságot nevelni, függetlenül a hallgató szociokulturális hátterétől. Ugye a kérdőivel mi a napfajtakozatos magyar hallgatókat vizsgáltuk meg, és a kérdéseknél, ugye a kérdések, hogy milyen szempont alapján, tehát miket kérdeztünk meg, ugye az, hogy például hogy az egyik, hogy mi jellemzi a hallgatók részvételét az egyetem
egyetemi életben. Tehát arra voltunk kíváncsiak, hogy mutatnak-e különbséget a bevonódásban a hátrányos helyzetű és cigány vagy roma egyetemisták. Ugye a megjelenés, illetve a távolmaradás mögött milyen okok húzódnak meg. Ugye is egy olyan fő cél volt ezt megvizsgálni. Ugye a másik még, hogy a tehetséggondozást, akadémia kiválóságot, célzó formális hallgatói együttműködés, szakkollégium szerepet játszik a különböző hallgatói megszólításban, ugye nagyon fontos, ugye ez is, ezt is ugye beszéltük már többször, ugye a szakkollégiumnak ilyen szerepe van. És ugye egy ilyen kicsit mélyebb kérdés volt az, hogy van együttjárás a közösségi és kulturális programokon való részvétel és a hallgatói tanulmányos életben mutatott aktivitás között. Jó, és ugye ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására ugye a módszereink az egy erre ezeknek a kérdéseknek egy online kérdévet hoztunk létre, egy Google űrlapot alkottunk meg. Ugye a mintavételünk az hozzáférés alapú volt, ugye ezért volt lehetséges, mert ezt a kérdőívet sikerült 2019. decemberében a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül eljutatni ugye az összes egyetemi polgárhoz, ugye amit tudjuk, hogy 11.384 emberet jutott el, és ugye ebből 880 fő töltötte ki, és ugye ezt beérkezett űrlapokat adattisztítás után 809 válaszadóra válaszadónak tudtuk elfogadni a válaszát. De a kérdőjéből annyit, hogy a kérdőjéből 42 kérdésből állt, ugye többnyire ilyen zárt kérdések voltak, viszont szerepeltek nyitott kérdések, ugye különösen az okokra voltunk kíváncsiak. A befolyt válaszokat azt az SPSS programmal dolgoztuk föl. Ugye itt tudtunk szeparálni, szétszedni ugye válaszadókat ugye csoportokra, és akkor itt alkottuk meg ugye a hátrányos helyzetű, illetve a cigányroma egyetemisták és a többségi hallgatók csoportját, és ugye ezeknek a csoportok között kerestünk összefüggéseket és különbségeket. Bocsánat, le voltam némítva. Szóval, ahogy hallhattuk szerzításomtól az előzőekben, a mintánkban ugye 809 fő került, és a mintavételnél megalkottunk két fő csoportot, az egyiket fókusznak neveztük, ide tartoznak a hátrányos helyzetű, a cigányroma és a hátrányos helyzetű és cigányroma hallgatók, ez 36 fő, mivel ez a 36 főt ezt legtöbbször egyben tárgyaltuk a kutatásban a számosság miatt, és akkor a kontrollcsoportba került 773 fő. Itt a mintába szereplésnél nehézséget okozott, hogy nincsenek adataink a PTN arról, hogy hány hátrányos helyzetű, illetve hány cigányroma hallgató van, ezért országos adatokra támaszkodtunk, és 2015-18 között a felsőoktatásba felvett hallgatók 1%-a az, aki hátrányos vagy halmozottan hátrányos jogcímen többet pontot kapott, illetve a roma szakkollégiumi hálózat kutatásainak a becslése alapján a roma cigány hallgatók ennél ugye még kisebb arányban vannak, ezért egy 1,5 közöttinek tesszük azokat, akik hátrányos helyzetűek és vagy cigány roma hallgatók. Ugye látszik ebből a táblázatból, hogy a mi kitöltőink között háromszor többen töltötték ki ezekből a csoportokból, mint ahogy az arány alapján várható lett volna. Ennek oka lehet a kérdőív tematikája, vagy az ismertségi körünk, akik ugye kitöltötték ezt. Szerintem mehetünk tovább a szülők iskolai végzettségére. Itt ebben a táblázatban a két csoport közötti társadalmi távolságot vizsgáltuk, és elmondható, hogy a fókuszba tartozók
Na, nagyjából a várakozásainknak megfelelően alakultak ezek a számok, tehát a 72 szülőnek a 42%-a az, aki 8 általános vagy annál alacsonyabb végzettséggel rendelkezik, és a szülők több mint fele pedig elindult már a mobilitási úton. A kontroll csoportnál is azt láthatjuk, hogy rétegzett azért a csoport. A 90 olyan hallgató van, akinek a szülei érettségi alatti végzettséggel rendelkeznek, és a negyedének van, negyedének a szülőiknek, a negyedének van már egyetemi diplomája. És ami még érdekesség, hogy a nők magasabb számban voltak a kitöltők között, miközben a PT hallgatóinak a nemi eloszláshoz ezt nem feltétlenül indokolná. És a következő táblázatban pedig, ha jól látom, nagyjából kifér a táblázat, a válaszadó kari megoszlását szeretnénk bemutatni. Itt a PTL hallgató kari megoszlását vetettük össze a kitöltők kari megoszlásával, és fontos említeni, hogy az adataink nem voltak összetartóak, és nem tekintjük őket emiatt reprezentatívnak sem. Viszont érdemes megemlíteni, hogy kettő olyan kar van, a jogtudományi kar, illetve a művészeti kar, ahol az arány megközelítő volt. 6 olyan kar van, ahol alulreprezentáltak voltak a kitöltőink, és 2 helyen pedig felülreprezentáltak. Itt ugye oka lehet a GTK és a KPBK esetében, hogy mindegyik kar viszonylag alacsony hallgatólétszámmal rendelkezik. Ami még érdekességként megemlíthető, az az, hogy a fókusz csoportba tartozók, tehát a hátrányos helyzetűek, a cigányroma hallgatók, 44%-a a bölcsészettudományi karra jár a kitöltőink közül. És átadnám a szót akkor. Köszönöm, talán akkor én is hallatszok most. Ahogy itt az István említette, megfigyeltük azt, hogy illetve próbáltuk azt, hogy a szempontjaink közé felvenni, hogy a közösség és a kulturális programokban mennyire vettek részt ezek a hallgatók. Azért fontos a részvételük, mert ugye az inkluzivitás az abban mérhető, hogy mennyire tudják ezek a programok megszólítani a hallgatókat. Ez a táblázat először itt a közösségi összegyetemi programokról szól. Azokat a programokat tüntettük fel, amelyek vagy nagyon népszerűek, vagy amelyeken a legnagyobb a távolmaradás. 371 fő szerepel itt a vizsgálatban, nekik a felük az egyáltalán nem vett részt programokban. Különböző indokokat jelöltek meg, de a trend az nagyjából az volt, hogy az idő és a pénz hiány, vagy az egyetem és a lakóhely közötti ingázás, illetve hát a kontrollcsoport esetében ott az információ hiányát is megjelölték. Amikor azt kérdeztük, hogy mi az, ami miatt részt vesznek a programokban, akkor a fő indok egyébként a barátok megjelenése, és sokkal kevésbé egyébként az érdeklődési körhöz való csatlakozás volt.